Szinte minden nap teltházas a NAV ügyféltere, a legtöbben SZIA bevallásukat intézik, pedig az úgynevezett e-SZIA egyszerűen elérhető. Azoknak a magánszemélyeknek nyújt lehetőséget a bevallás teljesítésére, akik nem kértek munkáltatói adómegállapítást, vagy azt a munkáltató nem készíti el részükre, illetve nem akarják maguk elkészíteni a bevallást, és a legfontosabb, hogy van ügyfélkapujuk. A bevallás tervezeteket a NAV már elkészítette, az ügyfélkapun keresztül elérhetőek a dokumentumok, és ha minden megfelel, akkor azt jóvá kell hagyni. Azonban, hogyha valami hibát találnak benne, valamivel ki szeretnék egészíteni, teszem azt családi kedvezményt nem vesztek igénybe, vagy éppen igénybe szeretnék venni, és meg szeretnék osztani a szülők egymás között, vagy lakáskiadásból származó egyéb jövedelemmel rendelkeznek, amit esetleg a munkáltató kifizetők nem jeleztek felénk az adatszolgáltatásaikban, akkor ezt a kiegészítést meg kell tenniük. Ezzel a kiegészítéssel lesz majd teljes a bevallási tervezetük, illetve hogyha semmilyen kiegészítést nem tesznek május 22-ig, akkor az adózóknak ezt a tervezetet bevallásnak fogja tekinteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Sokan postai kézbesítést kértek, 32.500 adózó legkésőbb május 2-ig kapja készhez az SZIA bevallási tervezetét, a kérelmezési határidő azonban már lejárt. Azok, akik nem igényelték ezt a postai kézbesítést, és ügyfélkapuval sem rendelkeznek, részükre is elkészítettük a bevallási tervezetet, hiszen 256 ezer bevallás tervezetet készítettünk el itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ők, hogyha az ügyfélszolgálaton jelzik azt, hogy szükségük van rá, akkor át tudják venni személyesen. Az SZIA bevallási tervezetek május 22-e éjfélig korrigálhatóak.